Nos, hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint a, egy újabb iskolás napra fogunk úgymond bemenni szépen a Minecraftban. Szóval, hogyha esetleg, nem tudom, velem akartok tartani, vagy tetszik az ötlet, akkor már most dobhatok egy lájkot a videóra, légy szíves, és iratkozzatok fel a csatornámra, mert az is rettentően, de nagyon fontos dolog. Szóval... időnk is, vagy kezdjük is szépen bele, ugye hát itt vagyunk szokásosan az új iskolánknál, és egy újabb napnak nézünk elébe. Most úgy tudom, hogy igen, így is a matek órám lesz. Igazából semmit nem készültem a suliba, de nem probléma. Nem tudom, hogy amúgy írjatok le kommentbe, hogy ti mennyit készültök mostanában így a év elején még így a iskolára, vagy mennyit szoktok tanulni. Hát nem hiszem, hogy túl sokat, de mindegy, ez mindenkitől úgymond, vagy mindenkinél más. Szóval akkor menjünk is be, mennyire király lenne már, hogyha testteremből, nem, itt be van ablakozva. Azt mondom, hogy nyitom van, vagy valami. Na szóval, hogy is lehet bemenni ebbe a suliba? Na várjatok, ugye itt, igen, így is van. Na, sekretare. Ez valami, ajaj, ez valami, nem tudom mi, ez szerintem nem az, ami nekem kell. Jó, mindegy, meg kéne keresni akkor, hogy hol vagyunk. Ugyanabban a teremben leszünk elvileg, ahol múltkor. Szóval nem kéne túlságosan sokáig húzni most itt, hogy hova megyünk. Igazából tényleg fogalmam sincsen. Na várjatok, megpróbálom a neveket keresni így a falon keresztül, hát ha meglátok valamit, vagy bármi, de nem nagyon tűnt fel ideig. Azt hiszem, hogy a harmadik emeleten voltunk, ugye? Azt hiszem, hogy itt voltunk a legtetején valahol. Szóval igyekezzünk megtalálni dolgokat. Most halad hoztam amúgy a suliba így uzsonnának, mert azért mégiscsak legyünk valami változatosak, nem mindig csak sült húst, meg ilyeneket vigyünk magunkkal. Lehet, hogy egyáltalán nem is ebbe a izébe kéne lennünk? Na várjatok, tényleg fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Vagy merre kéne lennem. Na jó, kimegyek a tetőre, hát ha itt valamit látni fogok, talán... lehet, hogy rossz épületbe jöttem be. Na várjatok, átmegyünk itt mondjuk így a tetőn. Húha, milyen veszélyes helyeken kell itt ugrándozni. Még mi nem látok neveket, lehet, hogy ott... Aha, ott van. Ott van az óra, túloldalt vagyok, nem már! Na várjatok, a fán nem tudok átugrani? Nem, nagyon-nagyon veszélyesnek tűnik. Ti ezt ilyen srácok, ne csináljátok otthon, oké? Ez tilos, ez nagyon-nagyon tilos. Hú, jó, leugrok mondjuk így ide. Jó, ezt talán itt nem fog lehalni. Jó, oké. Jó, ide, le a izére, sövére, tökéletes, itt szépen. Oh-ho-ho, mekkorák a tók, én itt ugrani. Jó, és itt az erkélyen, itt való bevirok menni esetleg, vagy valami? Nem igazán, jó. Betörjem most komolyan? Nem akarok én ilyen rongálós diák lenni, de hát ez van. Nem nagyon tudok mit csinálni, ez nem én voltam, jó? Kinyitottam az ablakot, meg ilyenek. Na, ott vagyunk fent, oké, menjünk is szépen gyorsan. Menjünk felfele, még mielőtt viszont amielőtt bemennék, elmondanám, hogy ugye vannak termékeim, saját grafikán. A leírás első sorában megtaláltuk a linket, ott tudtok venni PGT Danis terméket. Eskü amúgy majd, srácok, ha esetleg van köztetek valaki olyan, aki nagyon-nagyon menő meg tudja csinálni a skineket, és tudna nekem egy olyan skin csinálni, ahol PGT Danis pólón van, nadrágom, meg mondjuk izém, karkötő, meg minden egyes ruhám, PGT-en is, még a sapka is, akkor az nyugodtan amúgy elküldhetné nekem az e-mailembe, az ott van a leírásban. A skinemet amúgy megtaláljátok a izében. Na várjatok, a skinem, a skinem letöltés linkét akkor lehet lerakom a leírásba. Ha esetleg nem raknám le, akkor valaki majd, nem tudom, jelezze nekem, jó, kommentbe. Megpróbálom nem elfelejteni. Na, szóval akkor menjünk is be az első óránkra. Jó napot! Hello, sziasztok! Jaj, ne! 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 Ez hogy került ide? Üdv, kedves osztály, szia, Dani! Srácok! Ezt tudjátok ki, nem? Ez az egyik videómban nagyon-nagyon gonosz volt. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon rosszul is váltunk el egymástól. Ó, mi már találkoztunk, nem? Ne! Ne! Ne már, bebújok ide, itt csak nem, ne. Te vagy az a hanyag gyerek, aki mindig késik. Ne már! Nem, nem, ne, 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 ne. Ne már! Édes Istenem, srácok! Jó napot! Nem tudja esetleg, hol lehet kiiratkozni? Vagy valami? Ne már! Miért? Istenem, miért kell ezt? Miért szivat engem ennyire a sors? Nem akarom, hogy ez a tanár legyen velem. Istenem, na, ne feleselje nekem, te pimaszkolok! Aj. Aj, nem már! Jó, mindegy, megpróbálom elviselni, ne foglalj helyet? Viszont, hogy ne foglalj helyet? Jó van, nem, inkább gyere ki, mi az, gyere egy picit ki a teremből. Ne, szeretnék veled négy szem közt beszélni. Istenem, miért kell ezt? Mondjad, mit akar tanár úr?
Istenem, srácok, miért? Mindjárt jövünk, diákok. Aha, igen. Tanár úr, nyugodtan mondja, hogy mit szeretne, de nagyon remélem, hogy... Na ide figyelj. Remélem, hogy a múltkor itt el tudjuk felejteni. Eléggé gonosz volt maga is, én sem voltam a legjobb, de... Elég volt ebből a polgár pukkasztó magatartásból, követelem, hogy változz meg. Mit rosszat csináltam? Semmit nem csináltam, mi az, hogy polgár pukkasztó magatartás? Nem? Na jó, akkor nincs más megoldás. Mit akar? Mi az, hogy nincs más megoldás? Őszintén azért jöttem ide, hogy... Mi az? Bosszút álljak a múltkoriért, haha... Nem már! Nem már! Hagyj békén, menj innen! Nem akarom, biztos lehetsz benne, hogy most nem akarok semmibe sem biztos lenni. Mit akar? Mondja, mit akar? Nem akarom, srácok, nem akarom. Meg foglak büntetni, nem érdekel, mit mondasz. Hagyj buktatni. Ja, nem büntetni, bocsi, csak gyorsan olvasok. Tanár úr, figyeljen ide! Az a múlt! Ne foglalkozz a múlttal! Követtelek, és megérdemled ezt a sorsot. Hagyj békén! Menjünk innen! Ne, itt nincs kiút, várjatok, menjünk ide. Jó, menjünk valóban, gyere ide vissza, nem akarom! Hagyjon békén, nem, ide bebújok, srácok, itt talán nem fog engem észrevenni, nagyon-nagyon remélem. Vagy szólok az igazgatónak. Ha, nagyon-nagyon vicces. Persze. Igen, én meg szólok az igazgatónak, hogy izé. Hogy maga miket tett velem, és hogy csak ezért jött ide vissza, és minden vezetőségnek. Hagyjon békén! Nem, srácok, muszáj, léci, mondd, hogy nem vesz észre. Gyémánt karddal! Tanár úr, tudja, hogy ez nem túl legális iskolába gyémánt kardot hozni? Na most pedig takarodj vissza, és erről... Egy szót se senkinek, hagyjon békén! Dehogy nem, elmondom mindenkinek! Csak nem tudom, hogy fogom bebizonyítani, az a gond... Bebújok ide. Itt talán ugye nem vesz észre. Mondjátok, hogy itt nem fog észrevenni. Ajaj. Hova ment? Visszamegy a terembe? Nem látom, hogy pontosan merre fele sétál. Most eltűnt. Eltűnt, srácok. Jó, mindegy. Szerintem azért itt csak biztonságban leszek. Nagyon-nagyon remélem, hogy itt nem nagyon fog rám találni meg semmi, szóval... Ne, tanár úr, kérem szépen, nem lehetne, hogy meg normális legyen, és ne fenyegessen, kövess, és nem esik bántódásod. Nem követlek. Követlek. Ne viszem el. Ne bár. Mit kell? Ó, Istenem. Miért kell ennyire izének lennie? Miért kell egy ilyen tanárt kifognom magam mellé? Miért kell ezt csinálni? Ó, most visszavisz engem a terembe, vagy hova visz? Ó, srácok. Ez nagyon-nagyon nem lesz jó. Ez nagyon-nagyon nem lesz így jó. Mit akar? Mondja, mit akar. Nem megyek vissza. Vissza akar engem szerintem vinni. Vissza. Tessék. Ennyi, tessék. Jól van, visszajöttem. Hello. Na. Szóval elnézést kérek, gyerekek. Ó, Istenem. Volt egy kis elintézni valom Danival. Srácok, ez egy őrült! Segítsetek! Meg akart ölni, diakarddal fenyegetett! Esküszöm, tényleg, Hunor, legalább te, Peti, aki nem tudom miért lineskinben van, Attila, Léci, valaki, ez egy őrült! Haj, édes Istenem, mit csináljak, ne féljetek rá, nem aludt jól. Biztos, nem aludtam jól! A fenébe már lassan ki is engednek. Hello, szia! Jó van ez a pár percet, csá! Istenem, srácok, miért kell ezt? Mert csak aztán tanuljatok, persze, igen, hogyne. Jó, húzzunk el innen, nem tudom, hova menjünk. A következő alkalommal feleltetni fogok. Igen, igen, tökéletes, jó. Valahol bújjunk el, srácok, nem tudom, hogy hova. Ide be, ide menjünk be. Hova menjünk be, várjátok, nem, ez így nagyon nem lesz jó. Várjátok, nem ide kellett volna jönni. Keresek valami normálisabb helyet. Hú, Istenem, jó, ide lemegyek. Ez jó, ez tökéletes, jó. Ide fogok szépen bebújni, srácok, na várjátok. Áj, de jó, mindegy, jó lesz ez így. Oda fel, így, né, tökéletes, jó. Srácok, nagyon-nagyon remélem, hogy itt nem fog engem megtalálni. Nem nagyon látom a nevét. Szóval, szerintem már elment. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Aj, Istenem, srácok, hogy lehet, hogy én nekem ilyen szerencsém van, hogy én... Merre vagy, Dani, nem bújhatsz el már! Ne, nem akarom, befordulok a fal felé, tudja, nem fogom észrevenni. Léci, jó közben kajálunk. Ne! Ne már! Engedj ki! Istenem, ne már! Ez nem ér! Engedj ki azonnal! Engedjél kifele! Engedj ki! Szabad akarok lenni, hagyj békén! Ne már! Ó, itt amúgy van gyapjú. Mit akarsz? Mondjad, mit akarsz? Mi az? Miért csinálod ezt?
kiengedlek, de csak egy feltétellel. Mi az a feltétel? Ne, ne, ne te szabbá nekem feltételeket, ez nem így megy. Édes Istenem, srácok, miért kell ezt? Ha itt hagyod ezt az intézményt, hú, nagyon elhitted. Jó, jó, oké, okay, csá! Jó, kiszabadultam, hol vagyok? Mi ez? Ez a konyha. Jó, konyhában vagyok. Jó, vigyünk el egy hambit. Elviszünk egy hamburgert, easy. Jó, srácok, húzzunk ki innen, bizonyos, jó hallottad, nem, nem fogom én itt hagyni. Biztos, hogy nem hagyom itt, hagyd békén szépen. Sőt, srácok, mi lenne, hogyha mi fenyegetnénk meg ezt a tanárt? Amúgy nem azért mondom, de valahogy be kéne bizonyítani róla, hogy ő egy őrült, vagy valami. Hogy csináljam? Na várjatok, hol van? Ott van fent, na jó. Gyere le! Azonnal! Beszélni akarok veled! Gyere azonnal le! Így van, itt szépen le tudsz jó. Eléggé komoly vagy, hallott kiütöd itt a tetőt. Ide figyelj, tanár! Na, ide figyeljen szépen! Ne keménykedj a diakarda, na ide figyelj! Jó, figyelj, tudod, te fenyegetsz ideig engem, hogy te mit tudom én, menjek el innen meg ilyenek, igaz? Igaz? Igen? Na, ne, izéljel, bólogass, hogyha igen, gyerünk. Tehát te fenyegetsz engem, igen, jó. Szóval, mi lenne, hogyha te mennél el innen, ha? Igen, így van, menj el szépen innen. Tudod, mi lesz, hogyha nem mész el innen? Megmondom az igazgatónak, mert rühellek. Megmondom az igazgatónak, hogy te milyen vagy. Megmutatom nekik. Tudod, hogy fogom megmutatni? Tudod, hogy fogom, ha? Na? Azt hiszed, hogy nincsen bizonyítékom? Azt hiszed, hogy nincs bizonyítékom, hogy na, hogyha. Tudod, videózok. Tudod? Videózok. Ezt az egészet tudod, hogy videóra vettem? Azt is ugyanúgy videóra vettem, nincs semmit. Jaj. Ezt is videóra vettem, meg azt is, amit az előző intézményben csináltál velem. Szóval, nem erészel, dehogy nem, megyek is az igazgatóhoz, szia, haha. Na mi az? Na mi az? Megyek az igazgatóhoz, megmutatom nekik a videókat. Na mi az? Ilyenkor már nem vagy olyan nagy? Ilyenkor már nem vagy kemény? Ha? Tudod, hogy ezért börtönbe is csukatnak? Még a matek órám is elvetett a taknyos fiú. Ugye tudod, hogy ezért börtönbe is csukatnak, meg úgy, hogy van kirúgnak? Ha? Na mi az? Ilyenkor már nem izélsz? Na, figyelj ide, azonnal, nézd ide, na. Figyelj, vagy te mész el ebből az intézményből, vagy én intézem el, hogy kirúgjanak. Na, melyik legyen? Ha? Ha? Na igen, gondold át, mert még börtönbe is kerülhetsz bizony. És nem engem fognak elvinni, hanem téged. Szóval ez az utolsó ajánlatom, hogy még békén hajlak és elmehetsz békével. Tényleg oda is kerülhetek? Így van. Így van, hát maga a tanár magának kéne tudnia, amiket csinált a diákokkal, meg engem fenyegetett, meg bezárt, meg minden. Szóval, ja, börtönbe is vihetik. Szóval, gondolj át szerintem. De én nem csináltam semmi rosszat. Nem csináltál semmi rosszat? Ezt minek nevezed, amiket most csináltál? Én csak oktatok, ennek élek, ez a munkám. Éppen most vallottad be, hogy idejöttél csak azért, hogy engem kirugassál, meg megfenyegessél, meg börtönbe zárjál, meg minden ilyenek, meg diakarddal fenyegettél engem. Ezért szerinted milyen... Igen? Igen? Jó, rendben, megyek az igazgatóhoz, csácsá! Megyek, megmutatom neki a videókat, utolsó esélyt adom neki, ne kérlek, na! Lépj le innen, és soha többet nem akarlak itt látni ebbe a suliban, mert ez tényleg gonoszság, amit te csinálsz. Vagy még... Rendben, ne haragudj, Dani. Vagy még az utolsó ajánlatom, ha szépen elfelejtjük ezt az egészet, és évfelem maradhatsz, jó? Tudom, itt maradhatsz az iskolában, ha abba hagyod ezt az egész gonoszkodást, és megváltozol, és amit gonosz leszel újra, akkor bizony meg fogom nekik mutatni, jó? Rendben, köszönöm. Na, ez utolsó ajánlatom, meg minden szóval sokat jelent, hogy maradhatok. Azaz, szépen becsüldek meg minden szóval, ja! Srácok! Hát el tudtuk ezt intézni nagyjából, eléggé érdekesen, tehát mindegy. Egyelőre úgy tűnik, hogy akkor normális lesz, legalábbis hát remélem, és elfogadom, és akkor felejtsük el az egész visszájt. Hát jó, igen, én is hívjuk ezzel. Szóval srácok, hát meg tudtuk nagyjából ezt akadályozni, hogy kiszúrja velünk ez a tanár. Nagyon remélem, hogy tényleg meg fog változni, és nem csak ezt mondja, de ez majd ki fog derülni. Szia Dani, szép napot, jó fej gyerek vagy, tehát látod? Tudtam én, hogy meg tudjuk ezt beszélni. Szóval reméljük, hogy ez mégiscsak sikerülni fog. Szóval srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. És sekkoljátok le a termékeimet, és találkozunk legközelebb. És még egyszer köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!